Melyek azok az autók, amik semmiképpen sem hiányozhatnak egy új autós játékból, így az új Need for Speed Unboundból sem? Olyan kocsikról fogunk beszélni a mai videóban, amik ebbe a kategóriába tartoznak, legyenek azok nagyon újak a való életben, vagy esetleg olyan exkluzívak, hogy még a Forzába vagy ehhez hasonló igazán nagy autós játékokba sem kerülhettek be. Az első típus, vagyis pontosabban egy márka, az Alfa Romeo. Ez nekem egy fájó pont a Forzában is, hogy nem került be az új Forza Horizon 5-be. Nagyon szomorú, hogy az elmúlt Forzákban mindig ott volt ez a legendás olasz márka. A tavalyi játékban pedig nem sikerült olyan szerződésre jutni, gondolom, amivel mind a kettő fél jól járt volna, úgyhogy sajnos nem láthatjuk a Forzában az Alfa Romeo-t, viszont a Need for Speed-ben ez nem jelenti azt, hogy nem is fogjuk. Bízom benne, hogy oda bekerül ez, azonban látok rá esélyt, hogy inkább más márkákra fókuszálnak majd, amik sokkal gyorsabbak, sokkal népszerűbbek, vagy nem is tudom. Tudnélik, hogy az Alfa nem egy olyan népszerű automárka a kicsit autókhoz értők körében, általában ők leragadnak a német márkáknál, vagy mondjuk egy Ferrari-nál, Lamborghini-nál, és gyanítom, hogy a Need for Speed-nél ezt a hullámot próbálják meg meglovagolni az autók terén is. A másik fontos kategória az Alfa mellett a további utcai autók. Nekem nagyon furcsa az, hogy egy olyan játékban, ahol utcán versenyzünk, nem pedig versenypályán, nincs elég utcai kocsi. A Forzában is, bocsánat, hogy megint ezzel a játékkal például azon, de mint tudjátok, ebből van a legtöbb tartalom a csatornán. Általában régi utcai kocsik vannak, és ezek is általában Volkswagenekben nyilvánulnak meg. Újakat nem nagyon raknak be a játékba, azoknak mindig csak az ilyen R vagy GT vagy GTI változatait, és ez számomra nagyon szomorú, hogy nem kocsikázhatunk azzal a kocsival a játékban, ami esetleg van a családnak vagy valami ilyesmi. Nyilván nem is az a célunk a Forzával vagy a Need for Speed-del vagy a Gran Turismo-val vagy a Crew-val, hogy lassan vezessünk és élvezzük a lámpánál állást, hanem az, hogy ott hagyjuk a másikat a porban, viszont vicces lenne szerintem igazából is utcai autókkal versenyezni, amilyeneket kinézve az ablakon láthatunk. És ennek az utcai kategóriának a szöges ellentéte a versenyautók, amit szintén nagyon szívesen látnék az új Need for Speed-ben. Forzában ebből sincs túl sok, igazából akkor hoznak be egy ilyen autót, amikor nem tudnak már mit csinálni, és behoznak egy sima kocsit, és akkor amellé behozzák annak a versenyváltozatát. Ez volt ugye nemrég ezzel a Link & Co-val. Viszont én nem ilyen versenyautókra gondolok, hanem például Le Mans kocsikra, amit egyébként most jelentett be a Ferrari, vagy esetleg ilyen külön versenyváltozatokra, mint amilyen lesz jövőre a Dakar Porsche, vagy hasonlók. Viszont ezt azért nem nézem ki a Need for Speed-ben, mert mint mondtam, az egy utcán versenyzős játék, nem pedig egy versenypályán, és ezek az autók inkább általában versenypályán szoktak menni, sőt, konkrétan csak ott mehetnek törvényileg is. Úgyhogy valószínű, hogy ez megmarad majd a Forza Motorsport 8-ra, vagy egy következő pályás játékra. A Need for Speed-ben szerintem ez nem lesz benne. Plusz a Need for Speed amúgy se híres arról, hogy olyan széles autóválasztéka legyen, mint mondjuk egy Forzának, tehát meglátjuk, hogy mit tudnak kihozni az új játékból. És ha már tényleg az extremitásokig megyünk, és mondtunk már versenyautókat, és mondtunk már teljesen utcai autókat is, akkor menjünk a legextrémebb extrémig, a Forma 1-es autókig. Nekem az nagyon hiányzik, hogy egy olyan játék sincs, ahol utcán mehetünk Forma 1-es autókkal. Szerintem ez egy nagyon nagy poén lenne, és nagyon élvezné mindenki. Amikor Csekó a Forza Horizon 5-ben csinált egy ilyen saját event labalkotás, még amikor megjelent a Forza Horizon 5, én azt hittem, hogy be fog jönni valami ilyen Red Bullos DLC játékba, vagy valami ilyesmi, és lehet majd Red Bull autókat vezetni a játékban. Sajnos ez nem valósult meg, és most már kezdem azt hinni, hogy nem is fog soha. Ettől függetlenül a Need for Speed-be bekerülhetnének, hogyha köt a Forma 1-es szerződést a Need for Speed-del, akkor simán láthatjuk akár az idei Forma 1-es autókat is a Need for Speed utcáin. Bár ezt sem tartom túl valószínűnek, nem tudom elképzelni, hogy egy Need for Speed játékban mondjuk egy Mercedes W jelzésű autóval versenyezzünk egy McLaren ellen. Számomra ez tényleg elképzelhetetlen. Biztos vagyok benne, hogy inkább a hypercaroknál fognak maradni, mint mondtam, mert ez az, ami kedvez az ő közönségüknek leginkább. És még egy nagyon érdekes autó, vagyis hát pontosabban jármű típus jutott eszembe, ez pedig a motorok típusa. Na most, a Crew-ban például vannak motorok, és ez volt az egyetlen autós játék, aminek eddig ezt sikerült bevezetni a racing gémek közé, ami nem egy ilyen MotoGP játék volt. Én csodálkozom, hogy a Forzában nem hoztak be motorokat, mert hogy a modellek megvannak a Forzában, ugye tudjátok, hogy vannak olyan hát ilyen sztorik, vagy nem tudom, Horizon történetek, amiben vannak motorok, tehát maguk a modellek benne vannak a játékban, az a pixel halmaz, ami úgy néz ki, mint egy motor, és van egy motor hangja, az benne van a játékban, egyszerűen csak nem vezethető. Lehet, hogy ezen is változtatni fognak, és hogyha már változtatnak, akkor biztos, hogy a Need for Speed is tenne emellé egy lépést, és a Need for Speed-ben viszont teljesen simán el tudom képzelni, hogy lennének motorok. Ez egyébként a rendőrökhöz is illik szerintem, egy motoros rendőrség, plusz, hogyha ilyen szűk utcák lesznek Chicagóról, mint ezek ugye most az új Need for Speed-et, hogyha ott lesznek ilyen szűk sikátorok, ott nagyon menő lenne mondjuk egy olyan szűk sikátorba be suhanni egy motorral, ahova nem fér be mögénk egy rendőrautó, és úgy megmenekülni.
Érdekes lenne, és szerintem tényleg a Need for Speed univerzumában simán beférnének a motorok. Robogóktól kezdve choppereken át, versenymotorokig bármivel el tudom képzelni, hogy a Need for Speedben jól érezném magam. És ha már a négy keréktől eltávolodtunk, akkor távolodjunk el a kettőtől is. Nem tudom, hogy mit szólnátok hozzá, hogy mondjuk motorcsónakokkal lehetne száguldani a Need for Speedben, bár ez szerintem már nagyon-nagyon távoli elképzelés és hatalmas ugrás lenne az autókhoz képest, úgyhogy szerintem maradjunk a négy kerekűeknél és talán a motoroknál. Ti mit gondoltak, milyen új kocsik kellenének az új Need for Speedbe? Van esetleg valami olyan preferenciátok, amit mindenképpen szeretnétek látni, és jelenleg nem látjátok egyik autós játékban sem? Szóval írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok erről az egészről, milyen autókat vártok esetleg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én Darius voltam, ez volt a Game Day. Sziasztok!